Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, épp hogy csak hazértem a munkából. Ugyanis még a munkásruhám van rajtam. Látod, ilyen festékes itt-ott, majdnem, hogy mindenhol. És gondoltam ezt a mai videót itt kezdem, mert ugye nem ebéd után, meg fürdés után, vagy zuhany után, hanem megmutatom, hogy mit csinálok, mikor hazajövök a munkából. Azt nem filmeztem le, hogy köszöntem a feleségemnek, a Davisnek, úgyis épp hogy csak felébredt. A Lucasnek még nem, és a Lucas bent van átul a szobájába, ma nem volt iskola. Be van dugva a fülogatója, úgyhogy nem tudja, hogy hazaértem. Menjünk, ne ijesszük meg, de lehet, hogy meg fog ijedni. Ugyanis a Lucas, ugye mikor be van dugva, vagy nem tudom, ti is lehet, hogy úgy vagytok, vagy amikor be vagytok dugva, amit a fülogatótok, és hirtelen valaki megfogja a vállatokat hátulról. Na mindjárt. Megijedtél, te? Mit nézel? Szóval! Na szervusz, na mi helyzet? Na milyen volt itthon? Nem volt iskola? Nem. Aztán, van egy kérdésem hozzátok, vagy van egy kérdésünk hozzátok. Ugyanis az a kérdés is, hogy ti mikor mentek, vagy mentetek, ugye, hogyha már felnőttek vagytok, aludni olyankor, mikor iskolába mentek, meg olyankor, mikor nem mentek iskolába. Ugyanis a Lucas, mikor iskola nap van, 8:30-kor elmegy aludni. És mikor hétvége van, hol van? Na mindegy, már nem is hall, megint belüktem a fülét. Mondom akkor én. Mikor hétvége van, akkor olyan 10 óra környékén megy aludni. De mindig azt mondja, hogy tovább fel akar maradni, mert akar tévét nézni, vagy játszani, vagy ilyen valamit. És mikor mondom neki, egyszer-kétszer mondom neki, nyugodtan, most fennmaradhatsz éjfélig, mondjuk szombaton vagy pénteken, ugye, 9:30-kor már elalszik itt az ágyon, ott, mikor ugye nézzük CV-t, és azért megszoktam neki engedni, mert tudtam, hogy ha fenn akar maradni éjfélig, akkor 9:30-kor már biztos alszik. Hogyha el kell neki menni 10 órakor aludni, akkor még 10-15-kor is ugye még fogad most, meg nem akar menni aludni. De mikor megvan neki engedve, akkor meg 9:30-kor alszik. Na, megint látod, integetek. Szóval a kérdésem van hozzátok, hogyha még abban az idő, olyan idősek vagytok ugye, akkor nektek mikor kell menni aludni hétköznap, meg hétvégén, vagy egyáltalán elküldenek, vagy akkor mentek, amikor akartok. Engem mindig el szoktak küldeni, nem az, hogy küldeni, de nekem is 8:30-kor el kellett menni aludni hétköznap, ugye, amikor volt iskola, hétvégén meg fennmaradhattam 10-10:30, ugye, hogyha néztünk valami filmet, vagy ilyen hasonló. Minden, gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti ezzel hogy vagytok, vagy voltatok, ugye, hogyha már felnőttek vagytok, úgy mint én, és akkor mentek aludni, mikor akartok, vagy amikor éppen álmosak vagytok. Amúgy én olyan 11 óra körül szoktam menni aludni, mindegy, hogy hétvége van, vagy hétköznap van, 10, maximum 11:30. Hogyha kint dolgozok, akkor nagyon el fog fáradni. Na minden. Úgyhogy, most valószínűleg gyorsan én eszek, és utána megmutatom, hogy mit csinálok, ugyanis ilyenkor, mikor olyan helyen dolgozunk, ahol nem lehet elmosni az ecseteket, meg a rollát, ha haza kell hozni, és nekem kell elmosni itthon, ott kint. Úgyhogy megmutatom majd, hogy mosom. Már vízzel mosom. Na minden. Úgyhogy most ebédelek. Megjött az ebédem. Nem más teszek, mint ilyen babos konzervet, ugyanis rettentően szeretem. Mutatom, várjál. A feleségem már ki is hozta. Látod? Ezt a fajtát, ilyen babos. És na mindegy, szeretem, kenyérrel. Úgyhogy gyorsan megeszem, aztán mosunk és zuhanyzom. Ebédeltem, úgyhogy most gyorsan eszik a Lucas is, meg a Davis is. Nem más, mint ilyen, látod, ilyen tészta. Milyen tészta ez? Ravioli. Ja, ilyen raviolis tészta. Valami van a közepébe, ilyen hús, ugye? Vagy mi van a közepébe? Ja. Ja, gondolod. Ugye, nyuszmusz? Davis nagyon szereti. Meleg, te! Úgyhogy, én csak gyorsan ettem. Általában együtt szokunk ebédelni. Minden alkalommal, csak mivel most nem mostam el, és el kell még valószínűleg mennem a bankba is, ezért most gyorsan el kell mostam, és azért külön esztek, mert tovább tartott azt megcsinálni. Na minden, külön eszünk most. Nyílik az ajtó! Oda nézzél! Ezt múltkor nem mutattam meg, nem a biciklit, az más, ez a Lucas biciklia, mostani biciklia. Abukám csinál egy hajót, csónakot. Nem épít, legalábbis az olyan megvan, és erre épít rá. Tehát így néz ki egyelőre, ez ugye be lesz takarva, ilyen fa lesz a tetején, ami le lesz, úgy fog kinézni, mint ez, mutatom, látod, mindez az elvező a teteje, látod? És le lesz festve az oldala, meg a hátulja, lesz benne kettő ülés, itt lesz bent egy kormány, na minden, ma meglátjátok. Ha készül, akkor jó fog kinézni, állítólag. Majd meglátjuk, hogy habukám ugye elkészül, ami most kezdte egy ilyen egy hete, két hete. Körülbelül másfél-két hete kezdte, csak ugye esett az eső, és nem volt sok ideje, aztán be lehet hozni ide a garázsba. Na minden, ugye megyünk mosni, nem más kell, mint ez a rollamosó. Látod, ez a henger, ebben rárakod a hengert, ráakasztod
a vizet ide a végére, a, tudod, rácsatolakozod a slagot, és kimossa. Na, várjál, mindjárt megmutatom. Ott a slag. Ide rárakjuk az egyik végét, a másik végét pedig erre. Csak próbálom egy kézzel tartani, és nehéz. Látod, így rányomjuk. Aztán itt van a trébe ez a sok, látod? Ez a kisi rolla, ezt nem lehet ebbe belerakni, a nagyot fogjuk beletenni. Ezt, hoppá! Látod? Ezt ebbe bele fogjuk, ebbe fogjuk belenyomni, és ki fogjuk mosni. Aztán el kell mosni az ecseteket, meg ezt a kis rollát is. Ez az én feladatom. Na, megengedem a vizet, aztán mosok. Elmostam mindent, úgyhogy most elmosom magamat, ugyanis be fog ugrani a zuhanyba, aztán el fog lassan készülni. Aztán máshol nem kell mennem, csak le a bankba. Hogyha odaérek, hogyha nem, akkor majd elmegyek jövő hétfőn, valahogy valamikor. Azt nézem, a víz elég jó feljött, most látod? Csak azért nézem, ugyanis, hogyha holnap jó ide van, a jetskit el szeretném majd vinni, és ilyenkor azt szoktam megnézni, ugye, hogy reggel hol lesz a víz. Ha most látod, most megy lefelé, az azt jelenti, hogy feljebb volt a víz, tehát holnap reggel fent lesz, és a jetskit így könnyebb levinni a vízbe, ugyanis, hogyha nagyon ott lent van a víz, akkor le kell ereszteni, úgy kell tuszkogatnom, meg húzogatnom, és nehéz, ha fenn a víz, akkor 2 perces dolog az egész, hogyha lent a víz, akkor meg kb. 10, majdnem 15 perc. Na mire? Úgyhogy talán szerencsénk lesz holnap reggel. Állítólag 30 valány fogot mondanak holnapra, képzeld el, itt van a nyár. Ugye esett az első egész végig egy pár hétig, és most itt a jó idő. Na mi helyzet? Mi van? Olvasok! Nem, nincs ott láva. Ilyen vulkánosat játszanak átláva, ugye Lukasz? Ja. És ott a láva, ott a szőnyeg van. Ja, vigyázni kell. Mit olvasunk? Macska sapkába? Nagyon régi, de jó. Ja, nagyon régi. Nekem van egy 20x20 könyv kollekció, Lendor. Ja, jó sok. Szereted ezt a könyvet? Mikor pici volt, mert mindig szeretem, de mostan is szeretem. Mostan is szereted. Rendben. De nagyon olvasítom, olvasni ezt mi 5 percben. Ja, mert olyan kis vékony. Lukasznek megy a fő, az egész ruhája megy ehhez a paplanhoz, mi? Pont ugyanolyan kék. Oda, puff. Na, úgyhogy gyorsan lezuhanyzok. De először iszok egyet, ugyanis ahogy mondtam, rettentő melegben kint dolgoztunk egész nap, és ahogy mondtam, olyan helyen dolgoztunk, amilyen szép rendezett, és ilyen szép rendezett helyeken ugye nem lehet mosni az ecseteket, meg azt a rollát, azt a hengert, mert a festék ugye megy mindenhol a fűre, és olyan csúnyán fog kinézni, ezért kell ilyenkor hazahoznom. Na, ne, mit iszunk? Vizet ittam egész nap, ugye most iszunk egy ilyen kólát. És készen vagyok, lezuhanyoztam, kicsit felfrissültem. Amit még én nem csináltam meg, az nem más, mint nem vágtam le a hajomat, hogy látom, elég hosszú, és engem annyira tud idegesíteni, hogy már ilyen hosszú hajom. Tudom, hogy nem hosszú, mert ez nem hosszú, de nekem ez hosszú. És nagyon nem szeretem. De valószínűleg a hétvégén most lesz időm, és le fogom vágni, mindenképpen le fogom vágni. Várjál, csak keresem, ilyenkor ugye felrakom a gyűrűmet, mert ilyenkor munkában nincs rajtam gyűrű, felrakom az órámat. Várjál, melyik volt? Elraktam a számot. Aztán, amit akartam mondani, képzeld el, ugye mondtam, hogy most már kell egy új kamera, mert ez a kamera nem jó. És a GoPro-t eladtam, most már egy jó ideje eladtam, egy pár hete, és múltkor valaki azt mondta, miért nem filmem ezek a GoPro-val, ugye amikor nem volt kábelem. Azért nem filmem ezek a GoPro-val, nincs GoPro. De az egyik kamera, amit néztem, a Sony kamera kijött, ilyen kis picike, és nekem tetszik. A másik kamera, amit néztem, az még nem jött ki, és a kettő közül nem nagyon tudok választani, hogy... melyik ez, vagy melyik nem, majd nem, majd meglátjátok. Ugyanis kíváncsi leszek, hogy ha másikat veszem meg, akkor rájöttök-e a... Na mindegy, majd valamire. De az a Sony kamera, lehet, hogy az mellett döntök, még nem tudom. Ilyen kis picike, ugye vízzel, hasonló, mint a GoPro mondjuk. De annyi a baj vele, hogy nem lehet ugye zoomolni, nem tudsz ráközelíteni a képre, meg vissza, és szerintem ez nekem nem baj, ugyanis vlogoshoz. Elraktam a számot. Látsz, na mindegy, lehet, hogy érzik egy picit. Lehet, hogy nem. Na mindegy.
vloghoz szerintem mindegy, ugyanis nem nagyon szoktam közelíteni, tehát nekem az a kamera tökéletes. Ami a jó benne, hogy egy kis picike, be tudom rakni a zsebembe, és tudom magammal mindenhova vinni. Tehát mondjuk munkába, vagy akárhova ugye. Ugye az a fő, vagy az lenne a fő kamerám, és bárhol tudok vele filmezni. A másik kamera, abból jobb, érzem a vért. Picit lehet, hogy akkor is elraptam, nagyon nem. A másik kamera, az pedig abból jobb, hogy az is ilyen kis picike, vékonyabb, ugyanis ez egy kicsit vastagabb, és az is mindig velem tud jönni, és akárhol tudok vele filmezni. Tehát mindegy, melyik kamerát választom, mind a két kamerával, attól fogva, hogy mitől fogva, majd meg fogom venni, attól fogva lesznek videók másabb fajták is, mármint másabb helyeken. Valószínű. Na mire? A másikra még várok. Azt hiszem, hogy még egy két hét, azt hiszem, mire kijön, vagy három. De nem tudom. Addig nem akarom elárulni, ugyanis a másik kamera egy kicsit másabb. De majd meglátjátok, hogyha véletlenül az mellett döntök, hogy nem tudok választani, akkor megemlítem mind a kettőt, és hát valakinek van valami ötlete. De addig nem akarom, ugyanis én azt mondom, hogy a másik kamerával fogom választani, ugyanis az nekem lehet, hogy jobb lenne. Hogy miért, majd meglátjátok. Na mire? Kamerával egyelőre ennyi, most nem más fogunk csinálni, mint játszani. Játszunk? Mit csinálsz? Te, látod, ez el van törve. Kinek volt annak idején ilyenje? Tudjátok ez micsoda, amit le lehetett rakni a lépcsőn, és így lement. Ja, elfelejtettem, minek mondják, ennek a rugós valaminek. Mit csinált a távirányítós autód? Működik ez még? Ja, nézd, működik. Egy kicsit lassan megy, de még működik. Amúgy a Davisnek le lett vágva a haja tegnap, képzeld el, fodrász levágta. Egy kicsit ilyen cikszakos, meg zigzagos, de legalább most rövidebb. És nem annyira izzad neki ugye a feje. Ugye nyuszmusz? Hova mész? Legyünk játszani? Megnézzük a Lukaszt is közben. Ugyanis oda ment játszani a feleségemmel. Elindultunk én és a Lukasz, menjünk a szüleimhez. Mi a... Na, hello! Mi van megint? Hello! Oda nézd, milyen lakóautó. Te ezt szívesen elfogadnám. Nagy, szép. Hello. Végeztem a szüleimnél, legalábbis a Lukasz ugye kiraktam, úgyhogy most megyek az öcsémhez. Lehet, hogy mostantól egy pár alkalommal ilyen vlogot kellene csinálni, ilyen gyors vágásokkal, meg itt-ott néha beszélek egy ilyen 10-20 másodpercet, és hogy mi történik mondjuk egy napon, vagy egy délutánon, vagy nem tudom, érdekesek lennének az ilyen fajta videók, ilyen nagyon kevés beszéddel, és több ilyen, csak vágás, nem tudom, meglátjuk. Ugyanis a fejembe így jól jön ki, de ugye még nem láttam a videót. Ti most már láttátok, mert most nézitek. De én még nem láttam, hogy mit fogok szerkeszteni. Lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem. Na minden, ugye most megyek az öcsémhez, és lehet, hogy ott is ilyen vágásokat csinálok majd. Megmutatom a nagyjából, merre járunk, majd itt ott lehet, hogy belebeszélek. Vagy lehet, hogy nem. Lehet, hogy valami zenét kellene ide betennem, nem? Ilyen vágásokkal. Lehet, hogy megpróbáljuk.
És hazaérkeztünk, ahogy látjátok, nem ment közben a nap, és lehúzom a rolót, szokás szerint, ugye, mindig én szokom lehúzni. Várjál, nem mindenhol, ugyanis az ablak itt van, ugye sok helyen ott nem lehet lehúzni, mert ha lehúzom, akkor ugye nem jön be a levegő. Most már kezd az idő lenni, hogy ugye nyitva van majdnem minden ablak, mert kezd meleg lenni este is. És nem sokára, itt a nyár, mennyi? Én körülbelül egy hónap, december mikor elsétől kezdődik a nyár. Úgyhogy nem sokára melegünk lesz éjszaka is, valószínű. Na mindegy, már ennyit, mindenkinek további szép napot, hogy napot, hogy reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!